Nagy tiszteletű Koncz Tibor esperessel beszélgettünk arról, hogy milyen természeti értékek találhatóak meg a karcagi északi temető területén. A Nexus közösség kezdeményezése irányította rá a figyelmünket arra, hogy milyen természeti értékek vannak a karcagi északi temetőben. Olyan növénytársulások és állatvilág található meg ebben a temetőben, amely nagyon ritka. Oka megtelepedésüknek az, hogy kiesik az emberi jelenlét még a temetőn belül is a megszokott működési rendből. Ezért volt lehetőségük, hogy ezek a növények megtelepedjenek és színesítsék a környezetet. Fogalmazta meg gondolatait az esperes. Sokféle kezdeményezés van, ami a Nexus nevéhez köthető. Hát alapvetően már arról értesültek a kedves televízió nézők, akiket én is szeretettel köszöntök, hogy a kommunális hulladék, mert nem temetői hulladék elsőrenden, ami itt felhalmozódott a temetőnkben, hanem olyan jellegű hulladék, aminek itt amúgy sincs helye, hiszen nem újrahasznosítható, nem lebomló dolgokról van szó, és háztartási hulladék. Ezeknek az összeszedését tette meg a Nexus, akiket én nagyra becsülök, és a kezdettől örömmel voltam a támogatójuk, még amikor csak embrionális állapotban volt ez a kezdeményezés. Főként azért, mert öreg diákjaink, volt diákjaink alkotják a legfőképpen ennek a közösségnek az oszlopát, a gerincét. Szóval ők kezdeményezték, hogy a környezetünkért, az élő világért, azért, amiből erőt merítünk és táplálkozunk, ami ugyanakkor rólunk bizonyítékot és bizonyságot ad, hogy milyenek vagyunk, és kiállít egy bizonyítványt, hogy ezt valahogy harmóniába kell hozni. Ezért innen elvitték a szemetet, de közben fölhívták a figyelmet arra, hogy milyen egyéb értékek vannak ebben a ligetes temetőben, ami mellett elmegyünk, elsétálunk. És ez egy nagyon fontos dolog, hogy ilyen fiatal emberek, fiatal hölgyek olyan tudással rendelkeznek, amely számomra is egy érték, és számomra is követendő, hogy az élet apró csodáit észreveszik is, és felhívják rá a figyelmet. Így például ebben a temetőben olyan növénytársulás van, és olyan állatvilág, ami nyilván azért, mert kiesik valahogy az emberi működés és az emberi jelenlét amúgy megszokott, még a temetőn belül is megszokott működési területéről, ezért megtelepedhetett, és itt nyugodtan növekedhet. Mint kiderült, ezen a helyen valóban olyan növények vannak, amelyek országos jelentőségű védett növények. Ezeknek a növénytársulásoknak a feltérképezése jelenleg is folyamatban van. Itt valóban olyan növények vannak, amelyek országos jelentőségűek, ezek védett növények. Ezeknek a növénytársulásoknak a feltérképezése az most történik. Nyilván valami úton, módon erről majd értesíteni kell a lakosságot, az ideérkezőket. Ezt is magukra vállalták, tehát meg lesz majd az, hogy mely helyen milyen olyan növénytársulás van, olyan virágok, olyan cserjék, amelyek egyébként nem csak biológiai, hanem akár forintálisan anyagi értéket is jelentenek a védettség szempontjából. És hogy fölhívják a figyelmet arra, hogy olyan madarak vannak jelen ebben a temetőben, és háborítatlanul, Istennek hála, tudnak szaporodni, fejlődni, és tudnak itt ebben a temetőben a természetnek az erejéről bizonyságot tenni, ami alapvetően arról szól, hogy elmúlás van körülöttünk, amely megint máshol nem található meg. Úgyhogy nagyon örülök annak, hogy ilyen szellemileg és lelkileg érettek ezek a fiatal emberek, úgyhogy hajrá Nexus, ezt tudom mondani. Koncz Tibor esperes arról is szólt, hogy olyan madarak vannak jelen a temetőben, amelyek háborítatlanul tudnak élni, és a természet erejéről bizonyságot tenni. A későbbi időszakban a temetőbe érkezők figyelmét is felkívánják hívni ezekre a természeti értékekre. Ezáltal is gondot fordítva arra, hogy ahogyan eddig is, ezután is meg tudjon maradni eredeti szépségében természeti kincsünk ezen része.